Hogy a tanári
főzés már régen elkezdődött. Hogy hívnak el az, hogy sársz? Marha! Marha Helena! Még egy kérdés, és kilódítod! Most viszem azt, hogy csak nem tűnni be! Hála Istennek! Segítség! Te tekintetes asszonyom! Professzor úr? Én mondom is, na! A fegyverük csúr igazán nem tett róla, nem akart ide bocsájtani, de úgy látszik a karcel épülete túl közel van a kapuhoz, s alig, hogy az én szerencsétlen börtönbe zárt fiam meghallotta a hangot, mint egy őrült segítségért kezdett kiabálni. Én könyörögtem a pedellus úrnak. Elnézést kérek! Csak pedellus, nem úgy. Könyörögtem, nézze meg, nem teszek el magába az a szerencsétlen fiú. Azután a pedellus, azaz, hogy Vankovics, oda ment a karcelajtóhoz, s én az alatt ide szaladtam a tekintetes tanárúhoz. A tanár úr el sem tudja képzelni, mit érez egy anya, akinek első szülött fia börtönben. Elnézést kérek! Ez nem börtön, csupán karcel, iskolai zárva. Melyek mi neműsége jelentékenyen különbözik bármi nemű börtöntől. De azért mégiscsak be van zárva. Pardon, tekintetes asszony, az ön fiát. Csupán egy órával ezett helyett, hogy a Selmeci Lítőn kollégiumot állnak magántárkájában, jogosan tartva attól, hogy a fiú, aki eddig is sokféle vállalatot csinterésekkel segített bemegy, a Selmeci kollégium tanári tanát, arra való tekintettem, hogy ügyének tárgyalása 4 órára lesz kitűzve. A teljes tanári szegesz előtt könnyen elkúszálhat valamelyre. Szóval jól mondottam, hogy be van zárva? Nincs. Nem zárván ki azt a nemiségben csekély valószínűséggel, hogy jó tényezőt, hogy az ön palikúja. A tanári szép ezután való határozta kapcsán könnyen kerül a naprekárius helyzetbe, melyet röviden így szoktunk kifejezni, de van, drága. Szóval még csak ez után akarjuk bezárni? Nem akarjuk, csak fogjuk. De ha még nincs bezárva, akkor láthatnám? Elnézést kérek, nekik a csak tanárszék. Csak egy pillanatra. Ellenkezik a fennálló szabályokra. Drága édes tanár úr, fél órával ezelőtt szállottam le a kocsiról, 14 órát utaztam egyfolytában, hogy csak egy pillanatra láthatnám. Tudom a kötelességem, nagyon kegyetlen leszek a gyerekhez. Azt mondom, szobár, szobár. Mamám, mamám! Pali, fiam, fiam! Hogy merészkedt ide jönni? Nincs jó egy gyereket elzíteni az édesanyjától. Uram, Vankovics, birkoztunk és én fellőttem, mert másképp nem láthattam az édesanyám. Hogy szeret engem ez a gyerek? Mi történt veled? Mit tettek veled? Micsoda kékfoltok vannak rajta. Néni, a nadrágod is el van szakadva a térdén. Ugye megtérdepeltettek. Beszéld el, gyöngyvirágom, ki vert meg. Jaj, édesanyácská, engem nem vert meg senki. Senki? De hát magától lett ilyen ez a ruha, meg ez az arc. A pajtások. Isten verje meg a körmüket. Ó, én édes Lázárkám, ők tették el. Igen, anyácskám, a pajtásokat én vettem meg. Ennyi, akasztófára való. Hát te verekedtél, te hősködtél itt te. Mondhatom, gyönyörű levelet írok nekünk a szállásadóra, de édesapád betegen fekszik otthon, úgy elbúsítottad, hogy talán meg is hal, te leszel a gyilkosa. Én is inkább a föld alá bújtok.